2010 előtt több eladósodott önkormányzat is volt, amely nem tudta az iskolák stabil működését biztosítani, és a szükséges fejlesztésekhez sem volt finanszírozás, mondta műsorunkban Vinnai Győző, aki hozzátette, a Klikket átalakítják, megvizsgálják működésében, milyen változtatásokra van szükség. Ha kell, anyagi forrást és irányítási jogkört is visszakaphatnak a jövőben az iskolák. Március végéig 17 milliárd forintot kap a Klik tartozásainak rendezésére. Egy stabil működésre van szükség, de az iskolában, a tanárokon és a gyerekeken múlik az, hogy milyen tudással jön neki, milyen kompetenciával, milyen készségekkel, hogy egyáltalán, ugye most vita van, hogy sok az óraszám, hogy csökkenteni kell a tananyagot, ezen lehet vitatkozni. Én egyszerűen tudom ezt megfogalmazni. Önálló gondolkodásra nevele a 21. századi gazdasági társadalmi feltételeknek megfelelő készséget fejleszte az iskola. Én is azt mondom, hogy ezt kell fejleszteni. Magyarul a hogyan és mit tanítunk, ez a kulcskérdés. Erről lehet értelmes vitákat folytatni, hogy a magyar iskola csökkentse a családokból, mert nagyon sok hátrányos helyzetű család van, a családokból hozott hátrányt. A szakszervezetek követeléseikben szakmai reformokat is sürgetnek, a sztrájktól sem riadnak vissza. A tanulóknak a leterheltsége nem 21. századi az a megoldás, hogy már elsős, másodikos, harmadikos gyerekek heti 38-40 órát legyenek az iskolában, tanuljanak. Annyira megnövekedett a pedagógusnak az adminisztratív munkája, olyan felesleges statisztika, táblázatok egyik napról a másikra történő megszerkesztéséről van szó, ami által nem jut idő a gyerekekre. A kormány folytatni szeretné a tárgyalásokat a pedagógusokkal, hangsúlyozta Vinnai Győző. A tanfelügyeleti rendszer változtatásairól szóló rendeletmódosítás elkészült, ami kevesebb adminisztrációt jelent majd a tanároknak. Az oktatás tartalmi kérdéseinek megvitatására is nyitott az államtitkárság.